Dombóváron a hamarosan induló bölcsőde fejlesztési pályázatnak köszönhetően 7 csoportban 84 kisgyermek felügyeletét tudják majd biztosítani. Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen a demográfiai hullám mentén nőtt a bölcsőde irányába az érdeklődők száma. Ebből adóan döntött úgy a képviselőtestület, hogy bővíti egy csoporttal a működését, amelynek nyilván infrastruktúrális fejlesztési vonzata is van. Szerencsés az egybeesés, hiszen amikor a döntés megszületett és elkezdtünk volna dolgozni, megjelent egy pályázati felhívás, amelyre önkormányzatunk azonnal pályázott. Maximum 100 millió forintot lehetett nyerni ezen a pályázaton, és belső korlátok voltak, 30%-ot kell költeni eszközfejlesztésre, 70%-ot pedig infrastruktúra fejlesztésre. Nyilván a pályázat kiírója gondolatával egybeesett a miénk is, hiszen szeretnénk rendezni az udvarba a játszóeszközöket, bent pótlásra szorulnak, illetve az új csoport miatt beszerzésre bizonyos eszközök, úgyhogy 30%-ot bőven el tudtuk költeni. Nyilván ezáltal ki tudtuk meríteni a maximális támogatási összeget a beruházás tekintetében is. Sajnos, amikor a pályázatról döntöttünk, akkor úgy gondoltuk, hogy elég az a saját erő, amit oda csatoltunk, de hát menet közben az építőipari anyagárak annyira elszabadultak, hogy legutóbbi testületülésünkön október végén 10 millió forint saját erőt vállalt még az önkormányzat ahhoz, hogy ezt az elképzelést sikeresen meg tudjuk valósítani. Az építési felújítási munkák kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a napokban írta alá a kivitelezésre vonatkozó szerződést a polgármesterrel. Új járda készül a bejáróba, új parkolók készülnek, és aszfaltozás lesz, ami a külső részben lesz. Meg annyiból érinti majd még a szülőket, hogy a csoportszobák is, a meglévő csoportszobák is festve lesznek. Lesz két új csoportszoba a vizes blokkjával, az teljes felújítást fog kapni, ahhoz lesz egy külső, az udvari kapcsolattal rendelkező térkövezett rész kialakítva. A felújításra kerül a csoportok közötti térelválasztó kis kerítések, és kap egy mozgáskorlátozott WC-t, egy mozgáskorlátozott rámpát a bejáró. Reméljük, hogy az időjárás is támogat bennünket annyiból, hogy az aszfaltozást meg tudjuk csinálni a végén, mert az eléggé időjárás függő, a többi rész az nem annyira, azt mondjuk belső munkákat is, és az óvoda vezetővel, vagy bölcsőde vezetővel kell még egyeztetnünk azt, hogy milyen ütembe tudja felszabadítani a szobákat, a csoportszobákat, meg a belső részeket, mert a belső közlekedőket is érinti ez a felújítás. A vállalkozónak a kivitelezésre 5 hónap áll rendelkezésére. A munkálatok idejére türelmet és megértést kérnek a gyermekeiket bölcsődébe vivő szülőktől. A teljes beruházás előreláthatólag jövő év március végéig fog elkészülni.